A Kispál Általános Iskola Tiszafüredváros és a volt járás legrégibb intézménye. A református egyház okmányai szerint a tiszafüredi református népiskola 1681-ben kezdte meg működését. Az első írásos dokumentum 1939-ből maradt fenn. Ekkor az iskola tanulóinak létszáma 517 fő, akiket 9 nevelő tanított. A háborús károk folytán 1945 márciusában csak 4 tanteremben indul meg a tanítás kölcsönvett bútorokkal. Még a 2 következő tanítási évben is nagyon hiányos az iskola felszerelése, se térkép, se szemléltetőképek nincsenek. 1948 nyarán megtörténik az iskola államosítása, ekkor veszi fel Kispál tábornok nevét. Heves megye tanfelügyelője az iskolát 1947. március 7-én bázisiskolává jelölte ki, ami kitüntetés volt az intézmény és a nevelőtestület számára. 1951-től 1979-ig az intézmény igazgatója Erdész József volt, 1979-től napjainkig Olá Vince. A 2 tantermes politechnikai műhely a szülők és az iskola vezetés kezdeményezésére 1953-ban épül meg. Jelenleg iskolánkban 381 tanuló tanul 37 nevelő irányításával. A tanítás 18 tanteremben folyik. Egy osztálynak a Debreceni úti iskola ad otthon. A tanulók étkeztetése is az iskolában történik, az ellátásról az Osiris Vendéglátó Kft. Gondoskodik. Nemrég került kialakításra az iskolai tankonyha, amely a fiú politechnikai műhely szomszédságában van. Önálló teremben van elhelyezve a számítógépes géppark és a könyvtár. Olá Vince 15 éve a Kispál Általános Iskola igazgatója. Mielőtt sétára indulnánk az intézmény falai között, arra kérem, lásson el minket egy rövid útravalóval. Más ez az iskola, mint a város többi általános iskolája, ha igen, minden különbözik. Igen. Engedje meg egy személyes kitérést, mielőtt a kérdésére választ adnék. Jó néhány évvel ezelőtt én is ennek az iskolának a tanulója voltam, mint kisdiák. Akkor egy szigorú, határozott tantestület működött itt. Nem nagyon szerettünk tanulni, de néha kemény eszközökkel rákényszerítettek a tanulásra. Ennek ellenére mégis szerettünk iskolába járni, mert ez egy jó, barátságos, jó hangulatú iskola volt. Később felnőttként, amikor visszatértem, azt tapasztaltam, hogy csak a gyerekek cserélődtek ki, az iskola hangulata, arculata változatlan maradt. Amikor rám bízták az iskola irányítását, egy jó tantestületet kaptam, és sikerült megértetni magamat a szülőkkel, akikben segítő partnerre találtam. Megfogalmazható el röviden a tanári kar az politikája? Igen, egy gyermekközpontú iskola, amely egy határozott követelménytámasztáson alapszik. Úgy érezzük, hogy követelmény nélkül nincs biztonságban sem a tanuló, sem a tanulás, sem a tudás. Térjünk vissza akkor az eredeti kérdésre, különbözik-e többi általános iskolától? Azt hiszem nem. Nem különbözik, hiszen nálunk is vannak jó gyerekek, rosszak, vannak, akik szeretnek tanulni, vannak, akik nem. Lassabban haladók és gyorsabban haladók. Akik gyorsabban haladnak, azok tagozatos osztályokban tanulnak, és készítjük őket a középiskolára. Akik viszont csak lassabb haladásra képesek, azok korrepetálásra járnak, felzárkóztatásra. Egy valamiben azonban különbözik a többi iskolától. Nálunk a 6. év végén és 8. osztály végén vizsgát kell tenni, szóbeli és írásbeli vizsgát. Tudom, hogy nem mindenki szereti, ám úgy gondoljuk, hogy egyszer szembesülni kell mindenkinek a teljesítményével. Egy fájó különbség, amiről én is tudok, nincs tovább a tervek. Sajnos nincs, és csak rendkívül bonyolultan tudjuk megoldani a gyerekek testi nevelését. Ezzel szemben van egy igen-igen jó felszerelt egyedülálló tankonyájuk. Nagyon örülök neki, ugyanis néhány évvel ezelőtt a gyerekek kérték, hogy lehetne dobozszegecselés helyett főzni. Úgy gondoltuk, hogy igen. Ez bizony pályázati pénzekből sikerült megvalósítani, amire valamennyien büszkék vagyunk. Ugyancsak büszkék vagyunk a számítástechnikai kabinetünkre. Nagyon érdekes, nagyon változatos élet folyik itt.
De nem csak ezen a területen, hanem a délutánok mindig izgalmas programokkal várják a gyerekeket. Vannak hagyományőrző, hagyományápoló szakköreink. Ezen kívül minden évben elviszik a gyerekeket táborozni. Sokat járunk színházba, operába. Továbbtanulás? Egy-két kivétellel valamennyi gyermekünk tovább tanul. A többségük a Tiszafüredi Gimnáziumban, néhányan a környék szakközépiskolában keresnek maguknak továbbtanulási lehetőséget. Köszönöm az útra valót, és akkor most időnk egy rövid sétára, és kukkancsunk be az ügyfelére. Egy nagyon kedves kis verset tanultunk a tavasztól. Melyik volt az? Mi volt a címe? Árpád. Emlékszünk még erre a versre, most ennek a versnek a segítségével elmegyünk a betűk országába. Rajta. Tavasz. Szabó Lőrinc verse. Mi az? Kérdezte Bérrigó. Tavasz felelt a nap. Megjött, kérdezte Bérrigó. Megám felelt a nap. Iskolai sétánkat immáron hagyományosan az első osztályban kezdjük. Az első B osztály tanítónénie Incéné Margó néni. Ahány iskola, annyi módszer. Mindenki a sajátját szereti, azt tartja hatékonynak. Mi a lényege az anyanyelvi képzésnek ebben az iskolában? Mi ebben az évben a dr. Lovász Gabriella módszerével az integrált anyanyelvi oktatási intenzív kombinált olvasástanítási módszerrel haladunk. Én már negyedik éve tanítom ezt a módszert. Az eredmények azt igazolják, hogy ez a módszer nagyon jó és eredményes. A jelenlegi két első osztályból minden tanuló megtanult olvasni, írni, lemaradónk nincs. A módszer lényege a gyorsított betűtanítás. Év elején az a hosszú Romankovics módszernél megvan, ennél a módszernél. És meghallotta a nap a pillangók beszédét, kifújt a felhők közül, és megszállította őket. Azután még a nyelvkettek táncoltak. És hát a majd akkor, amikor a nagybetűkre kerül a sor. És így az alapos betűismeret és elmélyítése biztosítva van. Utána már könnyű az olvasás a gyerekeknek, és nagyon sok feladat van az értő olvasással kapcsolatosan is, így a gyerekek nem csak olvasnak, hanem meg is értik a szöveget. A gyerekeknél évelején nagyon nagy örömet szerez az, amikor megkezdjük a tanévet, és a nagy lelkesedés, hogy mikor tudunk olvasni, mikor fogunk olvasni, hamarosan megjelenik, és így a gyerekeknek az igényét is kielégíti. A tankönyvnek a címe is utal arra, hogy mennyire játékos. Az első félévi munkát a Betűvásár című könyvvel kezdjük, és valóban, mint ahogy a cím is utal rá, adjuk, veszük a betűket a betűtartó segítségével, szavakat rakunk ki, és a szavakat elolvasva mondatokat alkotunk vele. Nagyon szeretik a gyerekek, és szívesen foglalkoznak vele. A második félévi munka a Gyermekvilág című könyv feladataival folytatódik. Ez a tankönyv nagyon tetszik abból a szempontból, hogy nyelvtani feladatokat ad a gyerekeknek, szinte a második osztályos tananyagot már most első osztályban megtanuljuk. Megtanuljuk a magán és a mássalhangzókat, azokat csoportosítjuk a rövid magánhangzókra, hosszú magánhangzókra, mássalhangzót, egyjegyű, kétjegyűekre, szótagolás, elválasztási részt is alaposan átvesszük, és a mondat fajtákra is kitérünk. És ezzel a módszerrel tanított gyerekeknél a nyelvtan könnyebben ment, és szerették a nyelvtant, ami ritkaság. És remélem, hogy ebben az évben is így lesz, és sikeres munkát végeztünk. Köszönöm. A következménye, hogy ma már az alapfokú oktatás is elképzelhetetlen számítástechnikai nélkül
éppen az ötödik osztályosok bűvölik a monitort, tanítójuk Rusznyákné Fodor Marian. 10 éve kezdtük el iskolánkban tanítani a számítástechnikát, először Sinclair gépeken, majd Commodore 64-ek váltották föl, és 2 éve dolgozunk a jelenlegi IBM gépeken. Jelenleg 5. osztályosok ülnek benn. 5. osztályban a tagozatos osztályok heti 1 órában kezdik a számítástechnika tanítását. Ehhez először megismerik a gép billentyűzetét, majd a DOS parancsot kezdik el használni, alkalmazni. Ehhez nagyon jó oktatóprogramunk van, IBM nevű oktatóprogram. Jelenleg is ez a program van a gépben, és ezzel gyakorolják a különböző DOS parancsokat. Amint látom, itt Anitánál éppen a FIND parancs gyakorló lapja van. Anita, mondd el, légy szíves, hogy mire akarod most használni ezt a parancsot? A szöveges flyból adott karaktereket keres. Most éppen az étlen nevű flyból fogom kikeresni azokat, amelyek nem levesek. Beírom a fiúk. Itt találhatók azok a levesek, azok az ételek, amelyek nem levesek, például a rántott máj. Ezeket a parancsokat. Később szövegszerkesztést és adatbázis kezelést is tanulnak. 7.-8. osztályban már elkezdik az egyszerű programok írását Pascal nyelven. Akik gyorsabban haladnak és kedvet éreznek hozzá, 7.-8. osztályban délutánonként fakultatíve foglalkozhatnak, elmélyülhetnek a programozásban. Én már 8 éve tanítom iskolánkban a számítástechnikát, és azt tapasztaltam, hogy igen jó elősegíti a matematika gondolkodáshoz szükséges algoritmikus gondolkodás kialakulását. Parancsnak a gyakorló lapját, és azon mutassátok be a különböző lehetőségeket, a különböző paramétereket. Órán 2 munkacsapatban dolgozunk, palántázunk és babot vetünk. Béla csapata palántázni fog, paralábi palántázni, korai palántázni tetünk, mi pedig babot fogok vetni. A baba melegigényes növény, ezért körülbelül már itt az ideje, hogy elvessük. A munkacsapat vezetők Jancsi és Kéna felhúzták a csapat tagjait a munkára, és akkor elindultok. Szerszámfelelős szerszámot készít. Jancsi csapata indul először, Béla csapata addig vár, és utána indulnak. Tessék a szerszámos kamrába. A Kispál iskola tanulói a technika tantárgy B változatát tanulja, vagyis mezőgazdasági, műszaki és háztartási ismereteket és gyakorlatukat. Így érthető tehát, hogy miért éppen a gyakorlókertben az úgynevezett gyakszívan mutatjuk be technikai tevékenységünket. Bemutatom a gyakorlókertet. 2500 négyzetméter területe jól művelhető a talaja. Vannak benne gyümölcsfák, például megy, cseresznye, sárga barack, bírsalma, alma. Cserjék közül megtalálható a ribizli, a málna és a büszke. A most virágzó kedvenc gyümölcs, a szamóca nagy területet foglal el. A zöldségféléket vetésforgóban termeljük, ami annyit jelent, hogy minden évben máshová vetjük a répát, a zuborkát, a babot és a petrezselymet. A gyakorlókerti munkák során megtanulunk ásni, gerebézni, kapálni, vetni, gyomlálni és palántázni. Az iskolánknak van egy Ruby 55-ös rotációs kapálya, amelyel a 7-es és 8-os fiúk dolgozhatnak. Gyakorlókertünkben vegyszert nem használunk, tehát biokertészkedést folytatunk. A kertünk a piacra termel, akárcsak egy kisebb gazdaság. A nyári szünetben tanévkezdés előtt a gyakorlókert igen elhagyatott lenne, ha az iskola tanulói nem gondoznák. Éppen ezért a szünetben kötelező legalább 2-szer elmenni az 5, 6 és 7. osztályosoknak gondozni, ápolni a kertet. Ilyenkor 1-2 órai tevékenység után haza lehet menni. A szorgalmas munkáért könyvjutalmat és 5-ösöket lehet kapni. Szerencsére kevés tanuló nem tesz eleget kötelességének. Amikor eljön a tél, a fiúk a műhelyben dolgoznak, a lányok pedig a tankonyhán sütnek, főznek. Persze ilyenkor is kell, azért a tankönyvből is tanulnunk. A fiúknak a műhelyben különböző munkadarabokat kell elkészíteniük, amelyeknek esztétikusaknak és pontosaknak kell lenniük. Ugyanis eszeink osztályozzák őket.
Hetedikben a fémekkel és azok tulajdonságaival, a belső égési motorokkal és azok szerkezetével foglalkozunk. Dr. Kristonné Kisklári szenzációs tankonyhát vezet. 1990-ben átdolgoztuk a technika tantervet. Ez szerint a fiúk a tanműhelyben dolgoznak a téli időszakban, a kislányok pedig itt a tankonyhában, 7.-8. osztálytól. 5.-6. osztályban, főleg hazán különböző tájegységeinek képzésvilágával is ismerkednek meg a lányok. Szigorúan csak népi motívumok és eredeti színvilág alkalmazását engedjük. Ezt mi hagyományérzésnek tekintjük. 7.-8. osztályos tanulók érdeklődését a sütésre, főzésre, háztartás vezetésre irányítjuk. Ebben a tanévben teljesült régi vágyunk és elkészült a tankonyha. Szeretném elmondani, hogy a költségek nagy részét pályázatokon nyertük, és kis lépésekkel haladtunk több éven keresztül idáig. A tankonyha kialakítását a Városgondnokság dolgozói végezték, a kőműves munkától az asztalos munkáig. Az étkező asztal és a székek is az ő kezű munkáját dicsérik. Hogy hogyan zajlik itt a tanóra. Már előre megbeszéljük, hogy a következő órán mit főzünk. A beszerzést tanárnénivel közösen végezzük. A feladatokat igazságosan elosztjuk egymás között. Megbeszéljük, ki mit fog csinálni. Addig semmihez nem nyúlunk, míg kezet nem mosunk, és be nem öltözünk köténybe, kendőbe. Aztán elkezdődik a munka. Nagy a sürgés forgás, ilyenkor sok mindenre kell figyelni. Ha az ételt elkészítettük, feltesszük főzni vagy sütni. Ezt az időt tanárnéni arra használja fel, hogy visszakérdezni, mit csináltunk. Receptet írunk, hogy odahaza is el tudjuk készíteni az itt megtanult ételt. A tálalás és az ebéd elfogyasztása az ebédlő asztalnál történik. Amikor technika óránk van, nem mindig az iskolába ebédelünk, hanem saját főztünket fogyasztjuk el. Beosztjuk egymás között, hogy kik ebédelnek az első csoportban. Őket a második csoport tagjai szolgálják ki. Aztán cserélünk. Ha megebédeltünk, jöhet a mosogatás, rendrakás. Ez is a mi dolgunk. Itt rajtunk kívül nem takarít senki. Tanárnéni így szokatta ezt meg velünk, és mi szívesen is tesszük. Jó érzéssel tisztán hagyjuk el mindig a tankonyhát. Adrián, mit szól hozzá anyukád, apukád, hogy lassan különböző főzöl, sütsz, mint ő? Szüleim is örülnek, hogy létrejött a tankonyha. Én például húsvétkor őszibarasz nevű süteményt sütöttem odahaza, az itt megtanult recept alapján. Aztán mit keresnek itt a fiúk fel? Azért elsősorban, mert én Egerbe szeretnék menni, a vendéglátóipari szakközébe, és szerintem számomra ez egy előképzés. Rani? Én hajószakácsnak készülök, és megígértem Klárika Linnek, hogyha engem itt megtanít főzni, akkor én elviszem első hajó utána. Robi? Én szeretek sokat enni. Iskolában az énekzenei képzés elválaszthatatlanul és hosszú évek óta egyet jelent Erős Lászlóné Ágika néni nevével. Opera barátok köre, színvonalas, gazdag hagyományú énekkar,
rendszeres színház látogatású fémjelzik a nevedet. 1971. október óta dolgozom a Kispál iskolában, és amint a naplók mutatják, bizony nagyon sok helyen voltunk már, és nagyon sok mindent csináltunk. Egy kicsit készülve a mai riportra nézegettem át a naplókat, és ebből derült ki, hogy már 1972-ben volt egy nagyon színvonalas színdarabunk, a Hári János, ezzel a megyei versenyen is nagyon jó helyezést értünk el. Hári Jánosunk, de az Rényi iskola énekszakos tanára, tehát Kispálos volt. Többször énekünk rádióban, és mindig valami újdonságot találtunk ki. Többször volt fiúkórusunk is, most éppen nincsen, de sokszor volt. De azt elmondhatom, hogy 100-nál kevesebb gyerek a nagy kórusban talán sosem volt. A fiúkórus mellett még kamarakórusok is, úgyhogy sok gyerek énekelt már a Kispál iskolában, és remélem, hogy örültek is annak, amit csináltunk. Messzerű élménye. A rendszeres színház látogatás, vagy ami kuriózum, az opera barátok köre. Ebben az évben kezdtük ezt a opera látogatást ilyen fokon, mert előbb is jártunk, mindig jártunk színházba. Most 42 tanulónk az opera barátok köre tagja, velük gyakran megyünk. És ilyenkor, amikor megyünk operába, ugyanis el kell mondani, hogy mivel tagok vagyunk, mi ingyen mehetünk opera látogatni főpróbára. Akkor mást is mindig megnézünk Budapesten, így voltunk már az Erkel kiállításon, Bartók múzeumban, Kodály múzeumban megyünk most például, vagy láttuk a Picasso kiállítást, a Csontvári kiállítást, és mindig megyünk még más színházba, és láttuk a West Side Story-t, láttuk a Carment, Hoffman meséjét, hirtelen nem is jut eszembe, hogy még mit láttunk, de sok mindent láttunk. És legutóbb például az operát, a pincéstől a zsinórpadlásig mindent láttunk, sminkeléstől kezdve mindent. Most például májusban Erkel Dózsa Györgyét fogjuk látni. Ez az opera barátok köre, jövőre pedig már egy társaságnak már meg is van az opera bérlete jövőre. Sőt, rendszeresen betanultak egy-egy részletet a látott művekből. Igen. Mit látunk most? A Carmenből fogunk látni egy nagyon rövid részletet. Köszönöm. Következő részlet Bizet Carmen című operájának első felvonásából való, amikor az utcagyerekek a hadsereg katonáit utánozzák. Nagy szerep jut a diák önkormányzatnak. A diák tanács elnöke Vince Szilvia, arról kérdezlek most, hogy hogyan szervezitek a programjaitokat? Évelején keretmunkatervet állítunk össze a diákok javaslatai alapján. Általában havonta egy nagyobb rendezvényünk van, például a hulladékgyűjtés, akkor a farsang, karácsonyi ünnepség, és olyan évfordulók, amelyek abban a hónapban is alkalmasak. Betélkedők is vannak, folyamatosan működnek szaköreink, például fazekasság, kézművesség, báb, barkászak, virágkötészet tematika. Tavaly nyáron Kácsádon táboroztatok, idén lesz iskolatábor. Igen, lesz, Pécs környékére, Sikondára megyünk egy hétre. Hányan? 60 gyerek jelentkezett, sajnos a nagy távolság miatt magas a részvételi díj, de az iskola pályázatok útján nyert pénzből 2000 forint támogatást tud adni minden jelentkezőnek. Szabó János Nehesgeni vezetésével virágkötészetet tanulnak a gyerekek. Hát
ez szakkör jellegű foglalkozás, ami ebben a tanévben indult. Minden hónapban egyszer jövünk össze. Általában önkéntes alapon, nem biztos, hogy mindig ugyanazok a gyerekek vesznek részt, ez változhat. Általában 10-12 fővel dolgozunk. Úgy szokott lenni, hogy én mindig megcsinálom a mintadarabot, megmutatom nekik, és akinek van kedve, akkor eljön és megcsinálja. A virágot azt részben a piacról szoktuk vásárolni, vagy termelőktől. Van egy kollega, ami a Széchenyi iskolában, aki termeli ezeket a száraz kötészetbe való virágokat, és hát én is gyűjtök nagyon sokat. Szóval erdő, mező, fűfa, virág, az a virágkötőnek az mind alapanyag. Ezeket én gyűjtöm, szárítom, van, amit festek is, és ilyen alkalom, akkor felhasználjuk. Gazsó Sára, a kézműves fakultáció vezetője, ismét egy költséges kézműves tevékenység. Miből fedezitek, és mit készítenek itt a gyerekek, kik járnak ide egyáltalán? Hát ez a kézműves foglalkozás, tulajdonképpen egy kézműves fakultáció, olyan gyerekekből szerveződött, akik nyáron kézműves táborban vettek részt, tehát már van némi előképzettségük, úgymond, ehhez a dologhoz. Hát az anyagi fedezete az iskola tulajdonképpen, aki az óradíjat fizeti, de ami a nagyobb pénz tulajdonképpen a fakultációnak az anyagköltsége, mert mint látják, meg látni fogják, a bőr is és más dolgok is elég költségesek, az egy alapítványi pénz, amit úgy pályáztunk meg, tehát egy alapítványtól van a pénz. Különböző, tehát szigorúan természetes alapanyagokból dolgozunk, és népi kézműves mesterségekbe kóstolunk bele. Mutatkozz be, légy szíves! Liktás, hova vagyok? El tudod mesélni, hogy mit készítetek most? Igen, most egy bőrzacskót készítünk. Ennek az alapmenete az, hogy először kivágjuk a szavás mintát, aztán a kiválasztott színű bőrre rárakjuk a mintát, és körülrajzoljuk. Aztán bőrlyukasszóval kiukasszuk, vágunk ilyen bőrfonalat, és az lesz az összeszorítója. A tanulásban elfáradt gyerekeket délutánunként ebbe az iskolába igen ilyen sokféle, sokszínű tevékenységek, szabadidős programok várják, kézműves foglalkozások, népművészeti szakkörök, virágkötészet, el sem tudom sorolni, szóval iskolába ennyi féle szabadidős program, amíg nem találkoztam, ami itt van. Ez egy költséges dolog. Hogy lehet ezt megoldani egyáltalán? Krómi Zoltáni, az elsősök tanítónénie éppen agyakozik a gyerekekkel. Igen, említetted, nagyon költséges dolgok, de úgy döntöttünk, hogy vállaljuk ezeket a nehézségeket, és amennyire tudunk, erőnkből futja, megcsináljuk. Az anyagi fedezetet nagy rész pályázatokból nyerjük, nagyon sok pályázatot írunk. Hál' Istennek a kollektív olyan, hogy többen benne vannak ezekben a pályázatokban. A gyerekek nagyon lelkesek, itt most épp az első osztályosok dolgoznak, ők még az alapokkal ismerkednek, szabadidős foglalkozásban nagyon szeretik, nagyon lelkesek. A nagyobbaknak már szakkör van, és ők ott dolgozhatnak, már komolyabb, jobb munkákat készíthetnek el. Ez már mellettem két ügyes kisgyerek, egy kisfiú és egy kislány. Mutatkozz be, hogy hívnak? Rőt Kamilla. Téged hogy hívnak? Szeglédi József. Meséljétek el nekem, mit csináltok? Most egyáltalán hogy hívják ezt az anyagot, amivel dolgoztok? Mi ez, gyurma? Agyag. És mit csinálsz belőle? Egy kisnyuszit. És el tudod mondani, hogy hogy kell a kisnyuszit készíteni? Milyen testrészét kell megformázni először? Hogy először a testét, utána a szemét bevizezni, és utána oda ragasztani, és ceruzával úgy a szemek közepére egy lyukat kell úgy lyukasztani. Továbbra is az agyag, de szemmel láthatóan szakavatottabb kezek gyúrják. Mutatkozz be, légy szíves! Podnár Erika. Mit készítesz most? Most egy edényt agy a kurkák felrakásával. És miért van? Thank you.
Ferenci Sándor az önkormányzat részéről delegált tagja az iskolaszéknek, egykoron Kispálos diák. Igen, hát valamikor, réges-régen, fiatal gyerekkoromban itt tanítottak meg engem a betűvetésre, a számolásra, az írásra. Valamikor réges-régen nagyon jól képzett és nagy gyerek dolgoztak ebbe az iskolába. Munkát. Na most telt múlt az idő, és ugye így visszatekintve itt kaptam meg azt a biztonságot, mell karöltve. Ahogy bármikor, bárhol, ha szóba kerül az iskolának a történelme, múltja, mindenkor szívesen beszélek róla, mindenkor szívesen emlékszem. Annál is inkább, mert két családom, Csaba fiam és Szilvi lányom is ebbe az iskolába végezte el a 8 általános osztályt. Na most, tehát összefüggést tudok tenni az akkori szakemberek és a jelenlévő szakemberek, hogy az a jó felkészültség, az a jó pedagógiai munka, kérem szépen, tovább folytatódik ebbe az iskolába, az iskola szelleme továbbra is megmaradt, annak a régi iskolának, ami akkor volt. Igaz, a szakemberek változtak, az iskola vezetése változott, de a szellem, a hagyomány az maradt, aminek végtelenül örülök. Na most el kívánom mondani, hogy ezen gondolatok ismeretébe bátorkodtam elvállalni a iskolaszéknek a tagságát, hogy ezáltal is tudjam segíteni a iskola vezetését abban, hogy minél jobb feltételeket tudjon teremteni a mai kispálos gyerekeknek. Az én iskolám. Tiszafüreden 4 iskola van. Egyik e közül a Kispál általános iskola, amiben én is járok. A városházában szemben áll sok ablakos, csúcsos tetejű. Szépen ki van festve, s középen van egy főbejárat. A főbejáraton kívül még 2 kapuja van. A kapun belül öreg, magas gesztenyefák állnak. Az orgonabokrok finom illata beteríti az egész udvart. Az öreg fák alatt árnyas padok, amiken a szünetekben a gyerekek pihenni szoktak. Az udvar közepén sportpálya, mögötte magas védőháló. Az öreg tantermek közül egyik a miénk. A tantermünk fala sárgára van festve, s a sárga falon gyönyörű mintával díszített dísztányírok lógnak. Az osztályban 4 szekrény és 3 tábla van. A tanterem világos, barátságos és tágas. Az egyik falon hosszú fogas nyúlik el tele kabáttal. Az egyik eldugott sarokban magas, széles csempekályha áll. A terem tele zöld padokkal, zörgő székekkel. Hiába öreg iskola, én mégis szeretek ebbe a régi, de barátságos iskolába járni.